Magyarország 168 olimpiai bajnoki címet szerzett a nyári olimpiák története során. Ezek közül az egyik legfontosabb a jubileumi 100. magyar aranyérem, amely a Vas megyei birkózó Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. A sportoló Sárváron született, majd Szombathelyre ment tanulni, és ott kezdett el birkózni is. 1971-től a válogatott csapattagja lett, még abban az évben Szófiában világbajnoki címet szerzett, ahol mind a 7 ellenfelét tussal győzte le. Az 1972-es müncheni olimpián a kötött fogásúak 82 kg-os súlycsoportjában aranyérmet szerzett, ami a magyar olimpia történetének 100. aranyérme volt. Hegedűs Csaba volt a magyar birkózó válogatott edzője, majd 1980-88 között szövetségi kapitánya is. Miután nyugdíjba vonult, szabad idejében szeret vadászni, így a zempléni Baskón vadászházat vásárolt magának, ahol vendégül látta stábunkat. Zemplénben Baskón vagyunk a vadászházamnál, és ennek története van, hiszen én Vas megyei vagyok, és a barátaim és a vadászati lehetőségeim is mind oda vonzottak, de a birkozáson keresztül a Bojszántóra kerültem, és egy barátom, a Horváth Béla mondta, hogy itt van egy Baskón, egy Hegedűs Szilárd nevű polgármester, és az vadászik, és fölhozna engem ide hozzá vadászni. És hát megtörtént ez a dolog, a polgármester úrral az első pillanattól kezdve jó barátságba kerültünk, és hát rendszeresen hívott, itt van tőlem 50 méterre a panziója, rendszeresen hívott vadászni, és ez a ház, ez eladó volt, rá volt a kapura írva, hogy eladó, és mindig, hát ugye itt nem sok, mert ez egy zsák település, és itt, ahogy mentem el, mindig itt a kőfal mellett olvastam, és kérdeztem, Sziszi, mi ez? És akkor mondja, hogy egy építkezési vállalkozó építette a feleségének, mert aszmás volt, és amit fölépítette, hát elhalálozott a férj, és a feleségnek nem volt jogosítványa, aki egyébként aszmás volt, és azért hozta ezt. És hát itt a tábla 4 éven keresztül, mert viszonylag itt a faluhoz képest egy más minőséget csinál, de hát én már nagyon sokat alakítottam rajta. És hát szerénységem volt a pekingi olimpiának, a birkózó versenyeknek igazgatója, és hát az olimpiát megelőzőleg körülbelül 15-ször mentem 1-2-3 hétre ellenőrizni. Hegedűs Csaba Szentendrén él családjával, azonban szeret vadászni és kikapcsolódni a zempléni Baskón. A csodálatos táj és az állatok segítik a testi és a lelki feltöltődését is. Én nagyon szép helyen élek a családommal, nevezetesen Szentendrén. Szentendrén ugyanilyen hegyen, fönt a Pismányba, csodálatos panorámával. De mióta ez megvan, és nőnek a növények, amiket többségében én telepítettem ide, hát egyre többet vagyok itt, és többségében egyedül. Fantasztikusan jól érzem magamat, esténként nem ritka az, hiszen két oldalról folyik a itteni patak, hogy kiülök a lépcsőre és hallgatom a pataknak a csobogását, hallgatom a csendet. Amikor ősszel megérkezem, vagy kiülök, akkor itt van egy fantasztikus bőgő rész, hallgatom a szarvasbikáknak a bőgését, ha beállok kocsival, akkor ott is van egy, szinte már ismerem a hangjukat, és ez ide egy ilyen 300-400 méter van egy magas lesem, ahová elég gyakran csak úgy ülök ki, hogy nézem a megjelenő muflonokat, szarvasokat, vaddisznókat. Én már a koromnál fogva egyedül nem sütöm el a puskát, már úgy érzem, hogy a zsigerelés meg a bajlódás azt fiatal koromban megtettem. De hát nagyon sok vadászbarátom van, hiszen itt nagyon sok les van, és hát én itt fantasztikusan jól érzem magamat, nem gondoltam volna. Amikor először a Szilárddal körbe mentünk itt a hegyen,
akkor azt mondtam, hogy Szilárd, ha ezt nem én látom, akkor nem tudom, hogy Magyarországon ilyen csoda van. Megalapították a Sportos és Egészséges Zemplénért Egyesületet is, amelynek célja az egészséges életmód és a sportolás népszerűsítése. A civil szervezet rendezvényeket, előadásokat szervez a helyieknek a sport és az egészség témakörében. Ha már itt voltam és abba hagytam a aktív birkózással való foglalkozást, akkor csináltam itt egy egyesületet, egészséges sportos Zemplénér egyesületet, amivel már 6 éve foglalkozunk, és nagyon sok rendezvényünk van, kerékpárversenyeket csinálunk, a Kajakenő Szövetséggel karöltve sárkányhajó versenyeket csinálunk, lakossági főző versenyeket, és hát most belementünk az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód vonatkozásában, és 47 településen havi heti rendszerességgel elméleti és gyakorlati előadásokat csinálunk, egy nagyon-nagyon nagy program, de remélem, hogy az egyesületem az bizonyítja, hogy nem csak csináltunk egyet, hanem Zemplén és a környék lakosságáért szeretnénk tenni, nem utolsósorban teszek is. Nagyon sok barátomat hoztam le már a különböző településekre, iskolákban tartottunk előadást a halhatatlanok vonatkozásában, Sárospatakon, a református gimnáziumban, az egyetemen megtisztelt bennünket Egerből a rektor, a itteni ország Richarddal, az országgyűlési képviselővel, aki maximálisan támogatja a tevékenységünket, nagyon sok rendezvényen jelenünk meg, ott vagyunk, én a magam is megyek mindenhová. A Hegedűs család 1958-ban Szombathelyre költözött Sárváról, a külföldre disszidált apa nélkül. Itt folytatódott Csaba birkózói pályafutása egy nagy egyesületben, a Haladásban. Igen, felelősségem van, és ezt én érzem is, és fogom a fáklyát, az olimpia fáklyát, az egészség fáklyája, de legfőképpen azt hiszem, hogy én apa nélkül elindultam Sárváron 8 éves koromban. És amikor lementem először a birkózott terembe, és a testvéremmel kézen fogva nem ritkán sötétbe jöttünk föl, és hát a gyerek ábrándozik, a gyerek is végig gondolnak, amíg detektoros rádió se volt. Tehát nem úgy volt, hogy belenézett a telefonba, mint ma egy gyerek, vagy számítógép, és tudja, hogy mi történt a világban. Fogalmuk se volt semmiről, nem volt újság, nem volt televízió, nem volt rádió. És hát olyan jó volt kimondani, hogy fölnéztünk a csillagos égre, és azt gondoltuk, hogy ahogy Sárváron egy 2,5 éves kis falua, ahogy a föld találkozott az égbolttal, hogy ez a világ. És akkor olyan jó volt fölnézni, és ugye azt gondolni, hogy de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. És ez minden nap erősödött bennem. Minden nap lementem edzésre, és minden nap éreztem, hogy egy nappal idősebb vagyok, de egy nappal többet tudok. És egyszer csak átváltott a szeretnék a leszekbe. Leszek világbajnok. A világnak a bajnoka, akkor már így 11-12-13 éves voltam, és eljutottam Sárváron túl, akkor már Szombathelyen laktunk. Szombathely nagyon nagy lépés volt, hiszen egy megyei jogú város volt már akkor is, és az első lépésünk volt a testvéremmel, hogy léptünk és kerestük, hogy hol vannak a birkózók, és megtaláltuk Füzesi Józsi bácsit, akinek az életemben a 100. olimpiai arany megnyerésekor neki üzentem és köszöntem meg. Nehéz dolgok ezek, és megható dolgok. Nem, azt gondolom, hogy a mi példánk a Puskás öcsivel, a Paplacival, a Gyarmati Dezsővel és a többiekkel,
akik 53-ban, amikor apukám kirakta a rádiót a ablakba, és jöttek a sárvári cukorgyárba a szomszédok, és a Szepesi Gyuri bácsi, aki azt követőleg a legjobb barátom lett, el nem tudtam képzelni ott a sárvári cukorgyárba. Hegedűs Csabát 1995-ben a Halhatatlanok klubjának tagjai közé választották, majd 10 évvel később ő váltotta Gyarmati Dezsőt az elnöki székben. Engem egyszer beválasztanak a Magyar Halhatatlanokba, a Mindenülökejű Magyar Sportoló Egyesületébe, és ne tovább, megéltem, hogy Bikör Szövetség elnökeként ültem az irodámba, és kopognak, jön a titkárnőm, hogy elnök úr keresik. És meglátom az ajtóba a Puskás öcsit, a Paplacit, a Gyarmati Dezsőt, a Kárpáti Gyurikát, és jöttek ezek az emberek, akik elérhetetlen távolságban voltak Sárváron attól a kisgyerektől, elképzelhetetlen, amikor a Paplaci 12-13 éves koromban Adler Zsiga bácsi lejött Szombathelyre, végigfutottam a Mercedesik után, mert mentek a szabadtéri színpadba, és ott tartottak élménybeszámolót. Természetesen nem a rendes kapun, hanem hátul a kerítésen mentem be, és egy hihetetlen gondolatözön volt bennem, és az is megerősített, hogy leszek én is ilyen híres. És ha ebben az értékvesztett érdekes világban, hiszen ma már fölfogjuk, hogy mi az a 10 millió, vagy annyian se vagyunk, hogy mi az, hogy itt élünk szerintem több ezer éve ebben a húzatos Kárpát-medencébe, és sajnos eljutottunk oda, hogy olyan stílus uralkodik Magyarországon, hogy mint a optimista és a pessimista megy a sivatagba, és talán ki fél pohár vizet, ugye a legendás mondás, és az optimista mondja, hogy egy fél pohár víz a pessimista, egy fél pohár víz, és ez az utóbbi. És az életünkkel azt bizonyítjuk a gyerekeknek, a sok élménybeszámolóval, előadással, hogy érdemes fölkelni, és érdemes örülni annak a fél pohár víznek, és ne tovább. Ha az ember képessé teszi magát arra, hogy a saját maga választotta úton, hiszen 8 évesen jöttem ki először is, de jó lenne ennek a világnak a bajnoka lenni. És nem nagy dolog, csak minden nap az embernek azt a lépést meg kell tenni, és amikor megtanulja azt a lehetetlent, hogy önmagát le tudja győzni, hogy képessé teszi magát minden nap a víz alá menni, megfulladni az edzésen, mert aki a világot le akarja győzni, aki a világnak a bajnoka akar lenni, az számíthat arra, hogy a világon abban az egy pillanatban nagyon sok 10 millió ember ugyanezt gondolja. Minden versenysportoló életében a világversenyek mellett a legfontosabb az olimpiára való kijutás és az arra való felkészülés. Hegedűs Csaba mindig nagy ambíciókkal érkezett a megmérettetésekre, ahol a maximumot hozta ki magából. Azért az olimpián ugye van 204-208 ország, egy olimpiai játékok a világ legnagyobb megmozdulása, és ott aztán igazán az ember rájön arra, hogy mennyire porszem az országunk, mennyire porszem az ember. És mivel már a mestere a megfulladásnak, hiszen vallom azt, hogy a siker a sikertelenségtől abban a láthatatlan mezsén a fulladás még azt követő ezer másodperces tudatalatti teljesítményben jelenik meg, és ott válik el a vereség a győzelemtől, akkor az ember először azt mondja, ja Istenem segíts, mikor érzi, hogy elment az ereje, hogy nincs tovább, és még a ellenfele ott áll. Aztán, amikor már ezt elmondta magába sokszor, akkor én anyukám segíts.
És amikor még mindig ott áll, és már tudja, hogy nem tudja, hiszen ezek ezred másodpercek, és akkor jön a... A hazája, a nemzete. És az mindig lökött rajtam. 6 olimpiai bajnokot nevelt a pekingi és a londoni olimpián a magyar csapat technikai igazgatójaként segített, de a leginkább felejthetetlen pillanat az volt neki, amikor a müncheni olimpia aranyérmeseként hazatérve meglátta édesanyja és barátai csillogó szemét. Édesapám, édesanyám tanár volt, és számunkra a családban nagyon fontos volt a történelmi, a magyarságunk. Apukám még a második világháború kijutottam, az oroszok jöttek be Ausztriába, és akkor azt mondta, hogy ha krumpli is, de azt is a hazájában, Magyarországon. És milyen fintor, hogy 56-ban meg este 8-kor felült a biciklire, mert éjjel 12-kor a 3 dobtáras ávos verte a redőnyünket, hogy Hegedűs Pista hol van. Nem csinált ő semmit. Toldi Miklós sportánál Ludovikát végzett. És amikor azt gondolom, hogy a hazaszeretet, önök, amikor a München olimpián megnyertem a 100. aranyérmet, és a világ ünnepelt, a testvérem, aki 74 kilóba sajnos az első meccsünkön lesérült, és így nem tudta abszolválni jól a olimpiát, de végig együtt voltunk, és előtte 2 nappal hazajött, mert nekem a aranygéppel kellett jönni. Az életem legmagányosabb 2 napja volt, mert az érzelmet, a diadalt, a sikert, csak az ember olyanokkal tudja átélni. Szoktam volt mondani, amikor fölültem akkor a 6-os villamosra, akkor pontosan tudtam, hogy az ott ücsörgő 80 éves néni mire gondol, mi a gondja. Nem beszélgettünk, de egy életet mondtunk el egymásnak. És amikor leszálltam Ferihegyen, és jöttek a gyerekek, mert meg volt szervezve, hogy úttörők jöttek, és hoztak nekünk egy szálvilágot. Hihetetlen érzés volt. Ott szabadult föl belőlem az öröm, ott kezdtem fölfogni, hogy mi történt. Addig csak kóboroltam Münchenbe, és egyszerűen nem tudtam megosztani senkivel a dolgot. A fiatal sportolóknak nagyon fontos az, főleg a pályafutásuk elején, hogy legyen mellettük egy olyan céltudatos felnőtt, aki segít a nehéz napokat átvészelni és megtanít nyerni, valamint elfogadni a vereséget. Ilyen nagy példakép volt a birkózóknak Hegedűs Csaba. Hogy azt mondta, hogy példakép? Igen, azt gondolom, hogy ezt nagyon sűrűn el kell mondani az embereknek. Minap Dunai Antival voltunk Kaposvár környékén, egy nagyon kis településen, és idősebb emberek vártak bennünket. Jó leső érzés volt a mieinkkel együtt lenni. És azt gondolom, hogy én se vagyok, meg mi se vagyunk több, mint a másik. Csak elhittük azt, hogy képesek vagyunk legyőzni a világot. És amikor a Nemzetközi Szövetség elnöke azt mondta, hogy nagyon sok probléma van a pekingi olimpiai rendezéssel, és mint a Nemzetközi Szövetség versenyigazgatója, hogy Csabi, te meg tudod oldani, csináld meg. Nem lehet azt, hát ugye ez kész tény, hogy hosszú évtizedeken keresztül el voltak zárva a világtól, és hát azok a követelmények, amik egy nemzetközi szövetség, ne tovább, a Nemzetközi Olimpiai Szövetség követel a Nemzetközi Szövetségtől, az elég nehézen volt elviselhető, meg elérhető, és hát 3 nagyon komoly versenyrendezést követőleg jött az olimpiai rendezés, és amikor Jacques Rogge az első nap már meglátogatott bennünket, én voltam a versenyigazgatója, a feleségével, és utána a Washington Post értékelt az egész olimpiai játékokat, a formaruhától kezdve, tehát mindent, és a birkózók versenyek szervezettségét, színvonalát,
minőségét tette az első helyre, hát mit ne mondjak, gondoltam azt, hogy gondoltam, vagy a szüleim gondolták, vagy a barátaim akkor gondolták, vagy mi magyarok gondoltuk volna, hogy egy sárvára elindú gyerek ezt is meg tudja csinálni, vagy amikor Londonba nekikezdtem ugyanennek, és akkor rájöttem arra, hogy teljesen más kultúrával találom szembe magamat, és teljesen más hozzáállás, más gondolatisággal kellett megoldani ugyanazt, és sikerült. Miért? Mert én egész életemben hittem azt, hogy a fél pohár víz az egy nagyon komoly dolog. A olimpiát követő fél év követőleg volt egy nagyon súlyos autóbalesetem, és a Mezei Andris író barátommal csináltunk egy rádiódrámát a Tusa halál ellen. És 25 évesen ott azt fogalmaztam meg a rádióban, hogy engem mindig az vonzott, 25 évesen, engem mindig az vonzott, ami nagyon nehéz, ami már szinte lehetetlen. Most szeptemberben leszek 70 éves, és ha visszatekintek, idézőjelbe téve nagyon okos 25 éves voltam, mert tökre jellemző az életemre. Ez nem csak pozitív értelemben értendő, hanem ennek nagyon sok visszahatása van. Aztán a finn Manni ellen még egy tévhitet is eloszlatott az egykori Tus király. Bebizonyította, hogy senki sincs a 82 kilósok súlycsoportjában, aki nála jobb erőben lenne az utolsó menet közepetáján, és meggyőzött arról is, hogy tökéletesen alkalmazza régi fogásait is. A Minszki világbajnokság legakciódúsabb mérkőzésén nagy pontkülönbséggel fölényesen győzött. Sikerült tehát a visszatérés.